A lényege a főzésnek, hogy nem szabad elrontani az ételt. Taksár Ferenc, a Szabad Tűzi Lovagrend tagja, ezzel a gondolattal nyitotta meg a 16. Öhönforgató Fesztivált Tiszavasváriban. A zsűri vezetője az ízek mellett pontozta a főzés menetét, a főzőhely hangulatát, tisztaságát, a hagyományőrzést és az egyediséget is. És hogy mi kell a jó öhönhöz, azt a többszörös bajnok Barics János árulta el. 5 összetevője van. 1 a zsízóanyag, amiben a bográcsba beletesszük, utána rámegy a krumpli, utána a tészta, utána a víz, meg a só. És kész, és ez szép, lassan kell főzni. Ez az alapja. 18 csapat mérte össze tudását, az öhönforgató versenyen a hangulatról a helyi zenészek is gondoskodtak. Nagyon-nagyon sok rendezvényen vehetnek részt Tiszavasváron. Augusztusban végig lesznek programjaink, az augusztus 20-a rendezvény egyértelmű, de már 19-én is sportnappal fogunk szolgálni a látogatóknak, a versenyezni vágyóknak, vagy mondhatnám augusztus végén egy utcazene fesztivál jellegű programmal is fogunk kedveskedni az itt lévőknek, egy nyárzáró programmal, de javaslom mindenkinek, hogy a Találkozások Háza honlapját, Facebook oldalát, Tiszavasváros honlapját és Facebook oldalát kísérjék figyelemmel, és mindenről pontos információt fognak kapni, és nagy szeretettel várunk természetesen mindenkit. Amit viszont nagyon fontos megemlítenem, egy másik nagyon népszerű rendezvényünk, az Úzoslé Fesztivál. Ezt minden év szeptember hónapjában szoktuk megrendezni, ennek a pontos dátumáról később fogunk tájékoztatást adni. Ez egy igazán tiszavasvári jellemző étel, az országban szinte alig ismerik, egy nagyon különleges étel, érdemes majd eljönni, megnézni ezt a fesztivált, hiszen az étel megkóstolásán kívül, megismerésén kívül lesznek még sztárfellépőink, nagyon jó programjaink, úgyhogy Tiszavasvári egy jó hely, jó embereket vár, és hát érezze mindenki jól magát majd Tiszavasváriban, hát Magyarországon is, mindenhol a világban. A fesztivál az öhönfőzés és a néptánc mellett közösségépítő programokkal, könnyű zenei koncertekkel várta a kilátogatókat.